hát egy igazán őszi videóval készültem nektek, ugyanis most egy halloween i ijesztő véslis dolgot fogunk készíteni, úgyhogy előkapom a Merlin összes főző tudását, hogy megmutassam nektek ezt a végtelenül egyszerű receptet, igazából alig kell hozzá bármi, szükségünk van leveles tésztára és véslire. Hát, szerintem ez nyilvánvaló, hogy én vislis dolgot fogok nektek mutatni, mert én nagyon szeretem a véslit. Ezt nézitek meg, én most már fölvettem a herovinos kiskendőmet, kendőmet, de majd lehet megkérem a gazdit, hogy vegyen nekem valami új kiskendőt, vagy valami ilyen ijesztő herovinos költözetet és szerkót, az jó lenne. Hát most kivételesen nem a főzős kis köténykémet fogom felvenni, mert hát most megadom a módját ennek a kis ütögetésnek. Hát ja, elfelejtettem mondani, de még fekete borsot is fogok használni, de az csak a dekoráció lesz. Hát én ezt a sárt is szoktam használni ehhez, mert szerintem ez elég finom szokott lenni, és majd mindenféleképpen meg kell kóstolni a minőségét, még mielőtt nekiállnánk itt a dolgoknak. Hát az első lépés is az az, hogy tekerjétek ki ezt a leveles tisztát, ezt így készen lehet venni, képzeljétek el. készíteni, egyszerű elkészíteni, fő kell tekerni, ilyen egyszerűen. És utána pedig a vízstűről le kell szedni a szílét, majd utána mindjárt mutatom, mit kell csinálni. Bevenni egyet a szátukba és megenni. Csak vicceltem a kutyának mindenképpen adjatok egyet, hogy megkóstolhassa, hogy jó-e. Hát ezt az ilyen ijesztegetős múmia figurát igazából én halloween partikra merem bácsot ajánlani, hogyha mentek Muriba, vagy esetleg szeretnétek egy kis halloween hangulatot, akkor ezt szerintem nagyon gyorsan meg lehet csinálni, és ehhez aztán nem kell semmilyen főző tudomány, még én sem tudom készíteni, Hát itt egy kicsit vágjátok be a vízslit, mert az lesz a lába. Én az egyiknek csináltam nekik kezet is, de azt nem muszáj, mert lehet kisebbeket, nagyobbakat, és egyszerűen csak ezeket, amiket itt felvágtatok, csikok, tekerétek fel. Nagyon szépen, és alkotok rá jó sokat, és ez lesz a múmiának a teste. Elég ijesztő és izgalmasnak hangzik, nem? Itt már be is tekertük, csináltam bébi múmiákat, nagyobbakat, kisebbeket szerintem jók lesznek, majd utána tegyétek be a sütőbe őket 180 fokra, hát nagyjából egy 20 perc alatt ez el szokott készülni, de érdemes figyelni azért a sütőt, én folyamatosan ellenőrizni szoktam, hogy minden rendben legyen velem, de hát addig lehet mást is csinálni, vagy én is addig fogok nektek mutatni trükköket, meg hát majd meglátjuk a gazdi, mit fog mondani nekem. Na hát, itt most vannak már bent, szépen melegszenek, jól érzik magukat a sütőbe. Aztán közben majd jövök, megnézem, hogy még mindig jól érzik-e magukat. Egy kicsit ide ledültem, lepihentem. Hát ja, és várom, hogy elkészüljön. De közben írjátok meg, hogyha szeretnétek még Halloweenig másfajta recepteket a Merlén séftől, hogy hozzak-e még ilyen videót, így pedig, ameddig készül, addig tökéletesen meg tudom nektek mutatni, hogy hogyan kell fologni, feküdni, de mi legyen, én teget. Igen, én két a gazdi, pacsi, pacsi kettő, mennyit érid? Jó, azt is megmutattam. Hát meg is kaptam érte a jutalomfalatot szerencsére. De azért mondtam neki, hogy figyeljük a sütőt, nehogy a múmiák túlsüljenek, mert akkor már nem éreznék jó magukat a sütőbe. Közben addig elmondanám nektek, hogy ha esetleg újabb vagytok itt az oldalon, van Facebookon egy Merlin kalandjai nevű csoportunk, ahova érdemes belépni, hát elég sok mindent megszoktam osztani a hétköznapjaimról, magamról, hogy éppen miket szoktam csinálni, amit például a videókban nem mindig láthattok, úgyhogy gyertek, várlak titeket szeretettel, mert képzeljétek el, hogy 500-a vannak 580? Azt hiszem nagyjából annyian, úgyhogy hamarosan meg lesz a 600 tag ott is, úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Hát én kezdem már érezni az életokat, úgyhogy szerintem a múmiák hamarosan el fognak készülni, mit szóltok hozzá, megnézzük. Elkészültek? Aztán a gazdi itt sunyiba elrakott egy jutit, és eszembe jutott, hogy még volt nála egy, úgyhogy hát elkértem tőle szépen. Jó, nem annyira szépen kértem el, de hát ja, azt kell mondani a videóban, hogy szépen kértem el. De különben meg nektek elmondom az igazságot. Úgy kértem el tőle, hogy gattam, rászóltam, hogy volt még egy, ezt rátette a fejemre, és utána leputtyantottam, és nem találtam. Hát ilyenek szoktak történni, de most már biztos, hogy elkészült. Azt mondta a gazdi, hogy még várjunk vele öt percet, hogy addig menjünk ki egy kicsit. De van, mondom, sokáig ne menjünk ki, nehogy véletlen tönkre menjen. Készítettünk rólam néhány jó futót. Mindjárt egyet már mutatok belőle, csak itt volt egy kis csiga, és azt meg kellett néznem. Na, jó lesz így, ha így állok, gazdi. Szerintem igen, egy füszel ráment a számra, hú, idegesítő. Na, készítsed már azt a képet, nem érünk rá, hát már mindjárt elkészülnek itt a dolgok. Ilyen lett ez a kép. Szerintetek fölrakhatom az internetre? Na szóval elkészültek a mómiák, most már csak egy dolgunk van hátra, hogy a fekete borsot rátegyük szemének, de ezt, hogyha eszitek, akkor szennyitek le, mert a fekete borsot nem szabad így megenni, mert az úgy nem túl finom. De egyébként ehhez a vízslishez használhattok még ketchupot, mostát, amit szeretnétek, de én így természetesen Natura, fogom megenni, mivel hát én kutya vagyok, és nekem nem szabad olyanokat. Azt mondta a gazdi, hogy ilyet sem ehetnék, viszont egyet azért megkóstolhatok. Hát még szép, hogy megkóstolom, hisz én készítettem. Hogyha ti is elkészítitek ezt a múmiás receptet, akkor mindenféleképpen küldjetek nekem egy képet róla, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan sikerülnektek, a tiétek biztos szebb lesz, mint az enyém. Úgyhogy gyorsan fotózátok majd le. És most már csak egy dolog van hátra, még hozzám megkóstolni. Azt mondta Galszi, hogy az Erkén kóstoljon meg. Természetesen én úgy döntöttem, hogy be fogom vinni. El akartak kerülni, képzeljétek el azt, hogy például a szőnyegre vigyem és ott tegyem meg. De hát mondom, én nem vagyok a merdi, úgyhogy én egy fent fogom megenni. Ha hát, tetszik, ha nem. Aztán már szaladtam is be a szőnyegre, és itt már nem tudott mit csinálni, a szőnyeg rágtam el. Aztán mondtam neki, hogy nyugodjál, mert úgyis össze fogom szedni az összes kis morzsáját, mert én vagyok a Merlin horszívó, és azt is ehhez szoktam rágni, ami például ilyen kis morzsa. Nos, hát közben véleményeztem is kell az alkotásomat. Hát ez nagyon finom volt. Ilyet legközelebb is fogok készíteni, mert villám elkészíthető, Elég ijesztően néz ki, főleg, hogyha felvesztek hozzá valamilyen helloweenos szettet, hát remélem, hogy ezt el fogjátok vinni valami helloweeni partiba. De én még nem tudom, hogy akarok-e valamilyen helloweeni partit tartani, lehet, hogy majd áthívom barátomat és majd megünnepeljük, ezt majd még eldöntöm. Viszont tök varagós videó biztos lesz, meg valamit sütőtökből is fogok majd készíteni, mert én nagyon szeretem a sütőtöket, Hát én nem tudom, emlékeztek rá, de tavaly is készítettünk, és akkor is megettem a sütőtököt, és nagyon jól esett. Most már csak egy dolgom van hátra, az az, hogy a mögöttem lévő tacshós párnát, amin én vagyok, kis horsoljam, és majd ezt fel is fogom tenni még a mai napon Solc videóban, úgyhogy ott tudjátok megnézni a nyertest, de érdemes lesz bekövetni az oldalunkat, hiszen nagyon sok nyereményjáték van még. A következő ilyen nyereményjáték 74 ezer feliratkozónál lesz, már alig várjuk, hogy elérjük. Na de ez a videó ennyi lett volna. csak köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó. Ha igen, tudjátok, mit kell csinálni, és kapcsoljátok be a kis csengőt is, hiszen akkor értesülni fogtok a legújabb tartalmakról. Legyen szép naputok, na cső! Sure.